Tornaszobát avattak a mocorgó óvodában. Az intézmény új helyiségét mintegy 52 millió forintból alakította ki a városgazda, melyet 100%-ban az önkormányzat finanszírozott. Tavalyi novemberi-decemberi költségvetés elfogadása után idén a költségvetési évben nyílt lehetőség arra, hogy 100%-ban önkormányzati finanszírozásból valósítsuk meg ezt a tornaszobát, ami egyébként egy közepes lakásnak a mérete. A gyermekek rögtön fel is avatták az új helyiséget, táncos produkcióval készültek az átadó ünnepségre. A tornaszoba légkondicionált és korszerű világítással rendelkezik, így minden évszakban komfortosan tudják használni az óvodások. Úgy megoldani az óvodai csoportokban, ahol ott vannak az asztalok, ott vannak a székek, ott vannak a játékok, amikor tornázni szeretnének, főleg rossz időben, akkor hát azért nagy munka az, hogy mindent elpakolni, mindent elrakatni, és akkor úgy lehet egy kicsit tornázni sokkal szűkebb helyen, itt viszont egy tágas helyen, ahova csak levonulnak, persze szervezett körülmények között összehangolva, melyik csoport, mikor, hogyan, de azért ez itt sokkal könnyebb nekik. A mocorgó óvoda új helységének kialakításával elmondható, hogy most már minden kerületi óvoda rendelkezik tornaszobával.